Kövecses Rezsőné vagyok, a régi 9-es számú általános iskola egyik nevelője. Ma ez Tinódi Lantos, Sebestyén általános iskolának hívják. Most már tagiskola, de régen ez egy teljesen önálló iskola volt, és a lakótelepnek ez volt egyetlen egy kulturális intézménye, mégpedig az épülő lakótelepnek. Itt voltak mindenféle megbeszélések a lakótelepen, lakógyűléseket tart, rengeteg lakógyűlés volt, de nagyon kevés ház volt még, amikor az iskola megépült, és 1973. szeptember 1-én nyitotta meg az ajtaját. Ez a szép épület, ami tágas volt, és hát én azt mondom, hogy a legmodernebb akkori Egerben, és 16 tanterme van, meg a szaktanterme. Volt 2 technikaterem, volt egy kémiai előadó, hát és a sportlétesítmények, ugye a kiegészítője az oktató résznek, ahol a testnevelés órák, és egyéb bajnokságokat is rendeztek annak idején az épületben, tudtam már még mai napig is. És éppen elegendő volt az akkori létszámnak megfelelő osztályokkal, és 15 osztállyal indultunk. Tehát volt 16 tantermünk, de csak 15 osztály volt az első évben. Nem voltak még ilyen szép utak, kikövezett betonos utak. Nagyon rossz útja volt az iskola előtti résznek is, hiszen akkor épültek ezek a csodálatos szocreálházak, úgynevezett szocreál. Egyszínű, szürke, nem olyan gyönyörű, mint a Kossuth Lajos utca például Egerben. De ez nagyon kedves volt nekünk. A tantestület egyrészt a régi 9-es iskolából jött, és ők voltak legtöbben, de korban már ők idősebbek voltak, és a 3-as iskolának a testnevelési tagozata költözött a mi iskolánkba, a 9-esbe. Így lett testnevelési tagozatos iskola a mi iskolánk, hiszen a tornaterme óriási volt, a későbbiek során feleződött meg a tornaterem egy függönnyel, mert a sportrendezvények alkalmával ezt a függönyt elhúzzák, és akkor nagyobb sportrendezvények is lehetnek, de akkor még függöny sem volt, mert nem volt rá akkor még szükség. A tanári kar, hát nem tudom hányos létszám, olyan 30 körül lehetett a létszám, és nagyon jól összerázódtunk, kezdetben azért voltak problémák, már olyan szempontból, hogy ki vállalja, ki nem vállalja, hát mint minden közösség alakulásánál, volt, aki aktívabb volt, volt, aki nem, ő neki nem ez a profilja, ő majd inkább más szakkört vezet. Szóval ilyen gondok azért a tantestületben voltak, de a gyerekek mind aranyosak voltak. Felvételizni kellett a testnevelés tagozatra, mozgás és ütemérzéket mértek a testnevelők, és úgy vették föl az első osztályos gyerekeket a évek hosszú során. Aztán mikor is? 80 körül, 82-83-ban változott meg ez a testnevelés tagozat,
mert akkor énektagozatosok lettünk. Az is nagyon jól működött, de arról nem is beszélek. Ami érdekessége volt még a új iskolának, én azt is mondhatnám, hogy ez egy kulturális centrum volt, hogy a fűtés nem volt még kész, a hőközpont. Igen ám, de ott volt a 10 emeletes Vallon utcai épület, ami központi fűtésre terveződött, és radiátorok, meg nálunk az iskolában is. És nekem az egyik legérdekesebb emlékem, hogy egy mozdonyt hoztak ide a nyugdíjas ház helyére, mert még az sem volt akkor, ott volt egy mozdony. És az fűtötte, annak a fűtőrendszerét kapcsolták rá az épületre, és adott nekünk talán 2 hónapon keresztül megfelelő fűtést. És hát ez nagyon jó szórakoztató volt, mentünk a gyerekekkel délután nézni, hogy pöfög-e már a mozdony. Aztán mit mondjak még, ami érdekes volt? Járdom meg, úgy mondom, az nagyon pocsék volt, hanem képzeljék el, most majdnem letegeztem mindenkit, ha bár koromnál fogva tán meg is tehetem. Egyik nap, még úgy ősszel, pontosan nem tudom, vagy tavasz volt, nem tudom mikor, valaki még emlékszik rá, Losonci elvtárs ellátogatott hozzánk, és csak annyit tudtunk, hogy jön majd Losonci. Arra sem emlékszem, hogy Jenő volt-e, vagy Antal, vagy János, vagy Pista, csak Losonci, mert miniszter volt. És másnap megyünk iskolába, készen van az egész út, az egész Vallon út. Le lett egy éjszaka betonozva, és beton volt az még akkor, nem ilyen bitumenező. Lényeg az, hogy sár nélkül tudtunk bevenni az iskolába, ha esett az eső. A járdának a hibáit is helyrehozták. Még gondolatban, mert én délutára jöttem, mondom, jé, hát jó helyen járok, gyönyörű utcánk van, hát ezt tegnap még nem így hagytam itt, mára meg gyönyörű utcánk van. Hát mert Losonci elvtárs jött, és megcsinálták az utat is, a járdát is, és mi úgy készültünk, mert délelőtt érkeztem a suliba, mindenki mondta, hogy jön Losonci, hát jó, hadd jöjjön. A testnevelő tanárunk, na, éppen ideje már, hogy jöjjön, ugyanis a tornateremnek az egyik üvege ki volt törve, és volt egy Losonci nevű üveges is. És Tibor arra gondolt, hogy az üveges jön és megcsinálja végre a tornateremnek azt az egyik valamilyen üvegét. És nem az a Losonci jön, nem az üveges, hanem a miniszter Losonci. Gyorsan ő is kihúzta magát, mert hát jaj, akkor legyen egy olyan óra, meg a gyerekeknek is mondta, hogy fegyelmezettek legyenek. Micsoda! Mindenkit elzavartak, sehova máshova nem lehetett bemenni. Losonci bejött, végigjött az üvegfolyóson, hát hiszen ismerik talán a kedves nyugdíjasok, hogy milyen az iskola belseje. Bement a tornaterembe, szétnézett, egyedül az igazgatónőnk, aki mehetett vele, meg a rengeteg felvigyázó, vagy nem tudom milyen őröknek, személyi őrök, voltak, a nevelőket, gyerekeket be az osztályterembe, mindenki menjen be az osztályterembe, mert jöttek ezek a személyőrök, senki ki se jöhetett a folyósóra,
mi meg ott készültünk virággal, meg hát majd tapsolunk, meg énekelünk a gyerekekkel neki, meg köszöntjük. Semmi nem lehetett belőle. Mindnyájan ellettünk zavarva, mikor jött Losonczy elvtárs meglátogatni, és csak a tornatermet. Az, hogy itt milyen oktatás van, meg hány gyerek van az iskolában, az nem volt érdekes. És hát ez olyan nagyon érdekes kis emlék, nem csak nekem, hanem az akkoriaknak, mindenkinek. Én még van egy kolléganőm, ő is velem egy idős, tehát már nyugdíjas, hogy készített kis érdekes kis virágbocskát, nagyon jó kézügyessége volt, hogy ezt majd ő odaadja neki. És mindnyájan, még a művirág is elhervadt a szomorúságtól, hogy nem is láttuk, nem az, hogy nem találkoztunk vele, nem is láttuk. Csak a gyerekek is az ablakból nézték, hogy na, hogy néz ki élőben Losonczy elvtárs. Hát ilyen volt a Losonczy látogatása. Aztán a tantestületnek az élet, átlag életkorát mondom, olyan 35 év volt, nagyon fiatal tantestület volt, és évvégére egy nagyon jól összehangolt, hát eredményeket még ugye nem tudtunk felmutatni, tanulmányi versenyeket még akkor nem nyertünk. Az A osztályok, ők voltak a tagozatosok, ők ugye a tanárukkal együtt jöttek, hát ők tudtak valamit még mutatni és eredményt elérni, különböző sportversenyeken, akkoriban még voltak OSN, országos sportnapok. Ha talán mindenki, hogyha olyan korú, mint én, akkor emlékszik rá, és mentünk a stadionba, és ott minden iskola bemutatkozott, volt tornagyakorlat, versenyek voltak, rengetegen voltak a stadionban, hiszen hogyha Egerváros minden iskolája képviseltette magát, a középiskolások is, nem csak az általános iskolások, és abban az évben volt OSN tavasszal. Na hát ez egy nagyon jó program volt, és mindig májusban, június elején tartottuk ezeket. Aztán még arra is emlékszem, hogy a helyi járatú buszmegálló az iskola sarkánál volt. És a buszok ott parkoltak az iskola előtt. És ugye mikor már jó idő volt, meg szellőztetés volt, meg hát az órán is többször kinyitottuk az ablakot, nem lehetett szinte kinyitni az ablakot, mert annyi busz áldogált ott, meg dudáltak, meg a gyerekek inkább a buszokat nézték, mint bennünket, mert hát az milyen érdekes, és hát azért szóltunk, hogy ezt vagy följebb, vagy lejjebb tegyék, mert ez így, hogy az iskola előtt van egy buszmegálló, ez nem szerencsés. Na, azt akkor eltették, és majd csak jóval később alakult ki, hogy a Cifrakapu úton közlekedtek a buszok, ugyanis a Cifrakapu út akkor még csak egy sártenger volt. Ott folyt az építkezés, és hát nagyon sok sarat tapostunk még abban az időben, mert nem voltak ilyen járdák meg utak. Én erre emlékszem a 73-ból. 1973-ból. A későbbiek során is nagyon szép eredményeket ért el az iskola, és tanulmányi versenyeken is, sportversenyeken is, majd amikor énektagozatosak lettünk, akkor állandó szereplői voltunk a
város minden rendezvényének, mert nagyon jól működő kettő énekkarunk volt, a kicsinyek kórusa, meg a nagyobb kórusa, és nagyon szép eredményeket értünk el. Én remélem, hogy most is így működik még az iskola.